Idén a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont a Szexárd Büszkeségei 2022 nevű évértékelő rendezvénynek, szinte minden sportágban adtak át elismeréseket, 45 egyéni, 7 csapat, illetve művészeti elismeréseket is kiosztottak. Studer Zsuzsa a KSC saját nevelésű játékosa. Többek között Studer Zsuzsanna, a Szekszárdi Kosárlabda Klub csapat edzője vehetett át díjat. Igazából ugye két díjat kaptunk, először is ugye a csapat a HEP Kupa győzelmünkért, amit a tavalyi szezonban szereztünk, én pedig az edzői munkáimért, amit eddig az elmúlt két évben csináltam, ennek volt az elismerése ez a díj. A csapatedző elmondása szerint a motiváltságuk töretlen. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy megkaphattam ezt a díjat. Tényleg nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy elismerik a munkámat, és ezek után is ez még jobban motivál a jövőben, hogy tovább dolgozzunk keményen. Andi Hanna Emma, a csapat egyik játékosa mesélt az eddigi eredményeikről. Igazából ugye ez a HEP Kupa döntője volt, amit megnyertünk a Sopron ellen. Ez egy nagyon összetett kupa, ugyanis több fordulóból áll. Nagyon szépen meneteltünk. Hanna beszámolt a felkészülés körülményeiről és a nehézségeiről is. Hogy ugye a felnőtt csapat tagjai, akik fiatalok és lejátszottak hozzánk, ők nem tudtak velünk készülni, vagy nagyon keveset, úgyhogy ez egy kicsit nehézséget okozott, ugyanis ugye összeszokni, meg együtt dolgozni nyilván így nem könnyű, viszont a meccseken részt vettek, és nagyon sokat segítettek, hiszen Mányoki Rékus is nagyon oda tette magát a pontjaival, hozzáállásával, Miklós Melinda is, úgyhogy igazából így sikerült elérnünk ezt a szép eredményt. A Spurkerék Modellező Sportegyesület versenyzői az Offroad Magyar Bajnokságon értek el dobogós helyezéseket. Fekete Zsombor az elektromos Buggy Pro Nitro kategóriájának harmadik helyezését szerezte meg. Ezenben mi kaptuk a díjat, ez az RC modellautózásnak hívják. Az RC az Radio Controlra szól, az azt jelenti, hogy távirányítós autókkal versenyzünk egy pályán időre, és az nyer, aki 10 perc alatt három döntőből a legjobb helyezést tudja elérni. Én a Pro Nitro kategóriába értem egy helyezést, ami egy külön kategória, hiszen egy 30 perces döntő van, és tényleg az a lényege, hogy tankolsz, hogy mennyire osztod be az üzemanyagot, hogy állítod be az autót, szóval ez nagyon fontos egy ilyen versenynapon. Zsombor 2018-ban magyar bajnoki címet is szerzett. Még 2018-ban én magyar bajnok lettem egy másik kategóriába, az elektromos buggyba. Ott is nagyon kemény mezőny volt, felnőttek között lettem, és akkor még ugye sokkal kisebb voltam. De igen, ez a második nagy díj, amit így tudtam szerezni. Apukám nagyon sokat segített, ő szereli az autómat, vele megyünk gyakorolni, szóval minden neki köszönhetek. Fekete Róbert a fiatal tehetségek édesapja és egyben az edzőjük is a kategória nehézségeiről és a felkészülésről is mesélt. Még a kisebbik fiam még juniorban megy elektromos bagiba, ő ugye első lett. Zsombor fiam az nitro bagiba megy, ami ugye a király kategóriának számít, ugyanis ez egy olyan hobbi, amit világszinten űznek, tehát világbajnokság is van belőle. Itt mi a kis országunkban a meglévő 50-es, 60-as mezőnyből, hogy így benne tudtunk lenni a top 3-ban, Zsombor idén harmadik lett, tavaly második, ez nagyon nagy dolognak számít. És ez egy eléggé összetett hobbi, tekintve, hogy ez ügyességi is, és műszaki is. Hiszen hiába ügyes valaki, és megy jól egy autóval, de hát ezt nem készen kapjuk. Ezt nekünk kell nulláról összerakni, nekünk kell beállítani. Az utolsó csavarig minden egyes pályára megvan, hogy milyen az optimális beállítás, és amikor odaérkezünk egy pénteki edzésnapon, ott derül ki, hogy épp milyen viszonyok vannak, milyen hőmérsékleti viszonyok vannak, milyen állapotban van a pálya, ott kell gumit választani, és ott kell ugye a megfelelő beállítást kiválasztani ahhoz, hogy megnyerjük azokat a tizedeket minden egyes kanyarban, ami a 30 perces döntő végére azt jelenti, hogy első tudjon lenni valaki. A büszke apuka versenyzői múlttal rendelkezik, így számára még inkább megtiszteltetés, ha fiai ilyen eredményeket szereznek. Pontversenyben megvan, hogy melyik helyezésért hány pont jár, és így jött ki ez, hogy összesítésben idén harmadikok lettünk. Én egyébként 2009 óta versenyzem. Hát amikor még fiatalabb voltam, én is tudtam többször bajnok lenni, de nagyon-nagyon jó érzés visszatér az eredeti kérdésre, hogy ugyanazt a címet el tudták érni a gyerekeim is, amit én is elértem 10 évvel ezelőtt. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője, önkormányzati képviselő elmondta, egyebek mellett azért fontos, hogy díjazzák a kiemelkedő eredményeket elérő sportolókat, mert ezzel Szekszárd város hírnevét öregbítik. Olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók
edzők, egyesületek vezetői kapták meg ezt a díjat, akik valamivel kiemelkednek a többi ember közül, és ezt szeretnék azon kívül, hogy ők egyszer már erre büszkék magukra, mert a saját közelükben megkapták az elismerést, de azt szeretnénk, hogy tudják, hogy mi is büszkék vagyunk rá, tehát az egész város büszke rájuk. A szervezők szerint sikerült eredményesen zárni a 2022-es évet a szekszárdi sportéletben.